Na, sziasztok! Lássuk! Megyünk elvileg tovább a sztoriban. Galante wasn't lying. He called in a few favors and arranged for me to get out early. Knocked almost 4 years off my sentence. Szóval, 4 évet tartottunk csak a börtönben, mivel hogy a... az öreg csóka kihozott minket, mivel hogy ő is most szabadult. És hát, mivel segítettünk neki odabent elég sok mindent, megvertünk mindenkit, itt csak lehetett, ezért segített minket kihozni. Valószínű, én ahogy így elnézem, na, másik. Elvileg találtam egy fixet, ami annyit csinál, hogy a játékot 2 giga RAM helyett 4 gigára engedi, ami a max a 32 gigás rendszereken. A 32 gigás? Oké, okay. Tehát a 32 bit, nem tudom, hogy nem tudok beszélni most. Szóval a 32 bites rendszereken elvileg a program 2 giga RAM-ra korlátozta magát, és azért volt az a glitch, ami eddig volt. Most engedünk neki 4 gigát, tehát a teljes RAM-ot, amit ő fel tud használni, lefoglalni. Hát meglátjuk. Sok. Nem tudom, olyan, mintha más lenne a játék egy kicsit. De nem tudom, mi történt, nem tudom megmondani, hogy mivel másabb, vagy csak aludtam egyet. Az utolsó óta. Vagy a börtönnek volt egy ilyen kékes árnyalata, és amiatt tűnik ez most másnak. Nem tudom, nem tudom. Igen, én nekem az utolsó verekedést Onillel meg kellett csinálni, még egyszer emlékeztek, hogy befagytunk. Igen, legyen. És lehet, hogy pont amiatt fura nekem most így. You do the driving so you can get back into the swing of things. Just hope you didn't forget how to drive while you was in the can. Hey, what are you worried about? It's like riding a bicycle. Sure, but when you smack up your bicycle, it don't cost a fortune to fix the friggin' thing. All right, I get it. I'm like an old lady. Yeah, I sure as hell hope so. And if you ain't noticed, cars are a lot different since you went away. You'll see. Your new place is just down the street, right near the boardwalk. You're gonna love it. Megváltozott. Világítás is megváltozott. Rendőrautó, ez egy kicsit másabbul néz ki. Ja, te autóddal megyünk. Mi a franc autód van neked? Ez mi? Édes Isten. Miss Custom 200. Na nézzük. Damn, it's good to have you home. I done pretty good while you was locked up. But now that you're out, the sky's the limit. Igen. És nincs hó. Ja, lehet, hogy az változott, hogy nincs hó, és amiatt más a világítás. Nem esünk a földbe? Nagyon jó vagyunk. I got hooked up with the Falcone family, and I started working for them. Really? Yeah, you'll see tonight. I told you, I got a nice surprise plan for you. Don't bother asking, because I ain't gonna tell you. Oh boy. Don't worry. I've been planning this for weeks. That's what I'm afraid of. Ez az. Végre egy kicsit száguldozhatunk és nem verekednünk kell. Mekkora felüdülés. Még egy oszlopot ütöttünk ki, vagyis hát kettőt. Ja nem, ez lesz a házunk. Igen, és ez lesz a szongolásunk. Jó. Egy a miénk? Nem villog egyik ajtó se? Jaj, persze, fel kell mennünk valahová a T-be.
Elveszem az újságot. Hát, ezen annyira nem volt, csak... Néni Feneke! Okay, here we are. I'm sure you'll find it to your liking. I live in a similar apartment myself. As you can see, it even comes with a telephone. Nem érdekel. And here's the bathroom, clean and modern, with all the hot water you ever want. Okay, igen. Mehetek. And here is the master bedroom, and there is the master's bed. Okay. Három. Ez csak nem Joe szerezte nekünk. Hogy a... Az hogy kényelmes? Így van. Helyes, helyes. Húzz el innen. Plutty, plutty. Várjál, hol a... Fenébe van a szekrényem. Nincsen sekrényem, ahol át tudok tartozni? Ja, de itt. De az a baj, hogy valószínű... Opa! Valószínű nem ezt szeretné a játék tőlünk, hanem az, hogy menjünk el, vegyünk egyet. Azt mondtad, meg kell nézned egy másikat. De utáltam én itt lefelé szaladgálni. Még mindig lejjebb. Ez lesz a kijárat. Jó, megvan. Hello. Joe, elvitted a kocsit, hogy a fene megesz. Na. Akkor, ha öltönyben kell mennünk... Hát nem törött kocsikkal megyünk. Elmenjünk ezzel. De csak be akartam parkolni, bocsi, bocsi. Wow. Hogy nekem gyere. Még nem törtem össze. Most már igen. Most már nekem jöhetsz. Morning. I'm Tartus Playboyt. I think you'll find the quality is well worth the price. No. Nézzünk ki valahogy, azt mondták. A feljebb mentek a árak, vagy lejjebb. Nem, ezek 75-ösek voltak. Hát, menjünk feketébe. Anything else I can do for you? Nem. Így is, drága. Így. Enjoy your purchase. Oké, oké. Na, valóságban sem szeretem, hogyha túl sokat kommunikálnak velem. Nem csak a játékban. Megjöttünk. Vissza kellett jönnünk Joe-hoz. Anyám. Mennyivel jobb, hogy nincs te? De tényleg akkor ezek szerint az volt. Az tűnt fel elsőre, hogy itt most nincs te. Na, hús már, édes Istenem, aki kitalálta, hogy mindenhová lépcső... Adj egy kortyot. Akkor ne. Ja, az nem az övé. Ez az övé.
I had a couple of drinks already. So, you tell him where we're headed, Joey? Nope. All he knows is that it's a surprise. valami rémlik, hogy vele nem... funny business in a can. Hey, most én vezetek? What are you two talking about? Don't worry about it. Jó van, Eddie. You'll see. Hey, come on. We might as well tell him now. All right. Let's go, Vito. Hey, you know, it would help if you told me where we're going. Hey, igen. Okay, so Vito, what was the one thing you missed the most when you was in a camp? Freedom. Yeah, well, but besides that? Nah, you know, booze, broads, baseball, everything. Now you're getting closer. What are you guys, taking me to a baseball game? No, we're taking you to the classiest cat house in the city, Vito. Cat house, huh? Cat house. Wow. Oh, yeah. Whoa, you don't sound too excited, Vito. Come on, don't tell me you don't want to have some fun after all that time. Hey, don't worry, Vito. These girls are real professionals. If you forgot how to do it, they'll get you back in shape in no time. If we're gonna have a ball. Oh, hey, come here. Remind me not to drink too much. There's something I gotta take care of later. What's more important than pussy and booze? Kell a kamion, kell a kamion. Hey, Vito, come on, step on it, eh? Hey, you just went through a red light. Na most akkor lépjek rá, vagy ne menjek át a piroson, vagy mi van? Két idióta. Az egyik szerint lépek rá, a másik szerint meg nem menjek át a piroson. Akkor most mit csináljak? Zöld van, menj már! Böm-böm. Mire be kell állni? Aha, piros lámpa. Hey, where the hell is my car? Itt áll előtted? Somebody stole it. Így van. Hey, call the fucking cops, man. You're staring at it, you lush. Így van. Na, gyere oh, már! Oh, yeah, good. Hey, where's my keys? Gyere már! Vito's gonna drive. He's the least fucked up out of all us. Yeah! Gyere már! Next time for us, Joe. More pussy, less poos. Gyere már! Na. Végre valahára beszálltatok abba a tetves autóba. So, how'd you like the place, Vito? A lot better than playing I just zeech in the showers, eh? Így van. What the hell's that stink? Eddie, you puke? What? I wouldn't puke in my own car. What the hell is that smell then? Oh, yeah, I'm smelling it too. Must be Frankie Potts. What? That asshole puked in your car? Nah, he's in a trunk. What? What? Hey, it's all your fault, Joey. I told you I had some fucking business to take care of, and you went and got me drunk. Hey, since when does business to take care of mean dead guy in the trunk? Hey, whoa. Hey, calm down, Vito. Hey, I spent it. We'll figure something out. What's to figure? All we gotta do is bury the stiff. I already got it. Amúgy annyi a lényeg, hogy valami szag volt a kocsiban. You got a shovel? Sure, it's in the trunk. And the hole is already dug. All we need to do is chuck him in and cover him up. All right. Where's this hole? Okay. A little ways outside of town, there's a path in the forest to a small clearing. Szóval valami szag van a kocsiban, és kiderült, hogy Eddie egy hullát tartogat az autóban. Most megyünk és... elültetjük. Rossz irányba megyek. Ez nem jó.
Ez nem úgy jött össze, ahogy én akartam. Stop. Now I'm gonna hurl. Azt mondtad, hogy nem hánysz a saját autódba. Na, psz meg. Még azt is lehet kitakarítani akkor ezek szerint? Too late. Ez jó. Ah, Christ, Eddie, that fucking reeks. Oh, hey, it's his car. Yeah, but that smell. Ne, kezdi. The only way it can get worse now is if he craps himself. Hát akkor mégsem működött a fix. És le is fagyott. Valahol itt jártunk. Nem tudom pontosan, ha nem figyeltem. De itt a kanyarban. Stop. Now I'm gonna hurl. Picit igen, gyorsabban jöttem. Most így, hogy tudom, hogy mit kell csinálni. Hát tessék visongani. Tudom, ha megállok amúgy, az jelent valamit nála. Yeah, but that smell, plus the other smell. The only way it could get worse now is if he craps himself. Szóval a fix nem segített. Nem baj. Az a baj, hogy az átvezető animációkban is benne van, tehát hogy nem csak így játék közben, hanem most a múltkori részben a börtönben is előfordult, átvezető animációban is előfordult. Jó, hát nem mai játék, ez tény. Bár mondjuk, nekem sem mai videókártyám van. Woohoo! Mindegy, már megszoktam. Bejöttünk. All right, we're here. Elintéztük a kis problémát. Hová intéztük? Itt áll a karakterem, de nem itt van. Hello. Valamit csináltunk. De jól eltemettük, hogy... De nem, ott van. Ha-ha. Na jó, menjünk. You guys kidding me with this? Oh my god, poor Dino. Szinte megkapom. Head today.
Picit besegít a korlát, nem baj, ez öpp egy rendőr. Igen. Téli gumi van rajta, nyáron vagy mi a fene van, hogy ennyire csikorog a kerék? Jöjjük neki. Mondom, kapcsold már ki ezt a hülyeséget. Na. Kösz. Rendes vagy. Sorry, Vito. Not exactly the best way to end the night, huh? But thanks. I owe you one, big time. Leave Eddie's car here so he can get home in the morning. You're a good man, Vito. I'll settle up with you tomorrow. Hey, you coming in for some drinks? Na lássuk, mit tartogat a chapter 8. Eggel van. What the fuck? Hey Vito, rise and shine! Jesus! Marty, stop fucking yelling, will you? My head's killing me. Oh, sorry, Joey. Stop calling me fucking Joey. What the hell's wrong with you? Vito, come on down! Jesus Christ. Hát kajapia most nem kell. Menjünk ezzel. That guy's got a voice like Woody fucking Woodpecker. That was Marty. Remember the little kid used to live down the street from me? I had to pick up the truck here, so he gave me a lift. What's going on with the truck? It's gonna make us some nice cash. Hop in. I'll explain on the way. You drive. Where to? Riverside. All right, Riverside it is. Some night, huh? Yeah, he's making cigar one. You ain't still mad. Tudom. Tudom. That's the first thing I wanted to do when I got out. Hey, come on. You had fun at the cat house, right? Yeah, yeah, I did. Thank you for that. But everything between then and now, not so much. All right. Well, listen, today's gonna be a lot better, I promise. I sure as hell hope so. Jaj. Ilyen, olyan nagy kell nekem. Felpimpeljük, aztán megyünk vele. Azt nem emlékszem, hogy lehetett lopni. Én úgy emlékszem, hogy ezt el lehet vinni. So what's the deal? Simple. We just gotta go to a couple of places and unload these smokes. Then we bring the truck back to Eddie and get our cut of the take. Piece of cake. Wait a minute. I seem to remember getting thrown in the clink for a piece of cake just like this. Don't worry, I done this before. First stop, Riverside. If you say so. Trust me, you're gonna thank me later. Ah! Ő hiányzik belőle egy pár fogafogás kerékről.
Nyomjon neki! Nyomjon neki, mert ez nem megy! Én értem, hogy teherautó, de egy picit mehetne gyorsabban. Kösz, nyíljatok! Ott le kellett volna menni. Hát majd hárommal arrébb lemegyünk. Megoldva. Ipsz! Hú, fordul! Hát ilyet! Gyere utánam! What now? Now we take care of our customers. These guys here buy in bulk from us. Come with me. Okay, climb up and hand me the goods. Hi, one carton of Reds. Hand me a carton of Reds, Vito. All right, hand it over. És mindenkit ki kell szolgálnom? Édes Isten! Hey, good to see you. I'm all out of smokes. Give me a carton of blues. One carton of blues, Vito. Nem red. That for what? I said carton of blues. De a hülye karakterem fordult oda, bocs. That's more like it. Ott meg van fehér. There it is, yeah. Sir. You're welcome. Come again. Jó, azt hittem végig kell csinálnunk. Rendőr bácsik. What the fuck? Hey, Sarge, how you doing? Caught in the blues, as usual? I think I'll take the whites this time. You hear that, Vito? Let's go. Carton of whites. Bingo. A rendőr bácsi is tőlünk vásárol. Szerintetek? Thanks, Joe. Mennyire vagyunk királyok? Okay, time to go. Get in, Vito. Next stop is Millville. Megyünk, megyünk. It's going great today. We're making some serious dough here. Igen. Én kettőt kaptam mindegyiket. Az nem sok. És a hármat adtam el. Erre? Volt egy piros, egy kék, meg egy fehér. Ja. Szóval én nem csináltam sok pénzt abból, hogy te járultál. Csak azt nem tudom, mennyi pénzem van. 4,69. Hát, Rozi! Gazdag vagyok. Annyiba kerül egy autó megjavítása. In his dreams, kid's not even 18 yet. He does jobs for me, drives me around, makes deliveries, that sort of stuff. Thinks he's a gangster. Oh, te kezdődik, mert megint olyan autókkal megyünk, amivel nem lehet felmenni a hegyre, vagy dombra, vagy hídra. Nézem az eget. Általában ott szokott elkezdeni szórakozni. Azt írták, hogy elvileg a nap szaródik ilyenkor össze. Mindegy. Végig toljuk akkor is. Csak hát lesz benne néha-néha olyan, hogy megállunk. És olyankor küldetéstől függően 5-10 perc múlva jövök. Amit én nem láttok, de di
Wop, 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 whatever, pschuh, wop. Ja, befordult. Almost makes up for last night. Almost. Come on, what's better than this? You got fresh air, good company, and you're making a shitload of dough. Not too bad for a guy who just got out of the slam. All right, listen, the next few hours or anything like the last few hours, all's for you. There's the Vito I know. Oops. All right, we'll be there in a sec. Bahé lesz valahol, arra emlékszem. Szavaztok, customerek! Hey, Cotton of Blues, if you please. Jövök, jövök. Cotton of Blues. Hallottam! All right, end it over. There it is, sir. You're welcome. Come again. Hi. I'll take a box of reds. Már megint kezdjük. The reds, Vito. Red. Yeah, that's the one. There it is, sir. You're welcome. Come again. Mm. What you selling, Mac? You buying or just window shopping? Maybe. We're selling smokes. $2 a carton, $100 a crate. I'll make you a deal. You fork over 10 cartons and maybe we'll let you and your buddy get out of here in one piece. Hey, look, pal. How about you get back in your cute little car with your little friends there and I'll pretend I never seen you. Sound good? You don't get it, do you, you fat motherfucker? This is our turf. And it's gonna cost you to operate here. Now pay up. You're the one who doesn't get it. You have any idea who you're talking to? One last chance. You walk away now. Most men, yeah. A fat two-bit fucking dago door-to-door salesman hawking stolen cigarettes on my turf. And it's time to close up shop, asshole. Okay, boys. I think it's time for a fire sale. Shit, Joe. Oh, fuck. What do you say now, Porky? Who do I gotta say? That's what I gotta say. Come on, hop in that car and let's go. All right, let's get one of these fucks and teach him a lesson. Ew. Yes. Step on it, Vito. He's getting away. I got it floored, Joe. This thing won't go any faster. Még ha menne is, hogy érjem utol te? Picit koccolunk. Tök jók ezek a falak, oldalfalak. Valóságban ez kihajítana a csába. De itt inkább besegít. Check in with Eddie. Stop at the nearest phone booth to call. In pursuit of a speeding vehicle. Copy that. Várj a testvére, mert nem tudom, hol van phone. De legalább segíthetné a játék? Nem azt akartam. A phone booth? Ha látom, olyan nem mutat.
Most nekem kell vadászni egyet. És valószínűleg hol van ilyen? Visíts Joe, ha látsz egyet, jó? Nem, megyünk. Ezen a területen egyáltalán van, mert így elég rossz, hogy nem segít a játék. Ott nem. Hát ezen az utcán tuti, hogy nem. Itt nincs véletlenül az állomás mellett. Nincs. Senki nem használ nyilvános telefont ebben a városban? Ilyen, itt van. Nekem kell telefonálni, szod. Eddie Scarpa. Jó, őt hívjuk. Eddie, it's me, Vito. Listen, we got a problem. We were moving the smokes and then these greases came out of nowhere and set the fucking truck on fire. Look, Eddie, listen, it's not our fault, okay? They set the fire on fire before we knew what was happening and everything burned up. All right, we popped one of the guys, but... What do I fucking care? Just bring me my money. I paid $2,000 for that truck and I want it back. Look at you two retards, I got Derek's guy Steve here with me. And we were just talking about what to do with those punks. We're gonna take care of them now. Steve will meet you at the Crazy Horse. You know it? Okay. Crazy Horse, yeah, I know where it is. Megyek. Steve's gonna have a few guys with him. Show him that nobody fucks with us. No shooting, though, so it looks like just another gang fight. I don't want to read about a bloodbath in the papers tomorrow. All right, sure. Don't worry. We'll take care of him. Yeah, yeah. Na, megyünk akkor a Crazy Horse-hoz. All right, we gotta meet Steve in front of the Crazy Horse. Tehát, Eddie egy kicsit mérges volt, most elvileg 2000-et... Shit! You really think we're gonna get two G's out of these guys? I don't know. We'll see what Steve's got in mind. 2000-et valahogy vissza kell szereznünk, mert annyiba került Eddie-nek ez az egész. Úgyhogy most megyünk, aztán valahogy visszaszerezzük a pénzt. Eddie was fucking pissed on the phone. Sure he was. Just like I'm pissed right now. Even if these assholes ain't got a dime, I'm gonna kick $2,000 worth of shit out of them. I'm with you. What's Steve doing working for Eddie? He works for Derek, and Derek's with Vinci's crew. How the hell should I know? But hey, you're still gonna take jobs from Derek, right? Even though you're working for Eddie? We all gotta do what we gotta do to get by. Na, stoljuk neki! Megint kocsikázhatunk. Ha lopunk neki egy kamiont, vagy egy teherautót, az nem... Nem megoldás. Legalább a teherautót nem kell kifizetni. Hogy nekem gyere. Hát ilyen nincs. Gyerünk már! A rendőr nem foglalkozik vele. Woohoo! Para pa 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 pa
Nem fizetek. Így van. Hello! Hello! Így van. Kértünk. Ön legyen. Hey, Steve. Hey. Hey, guys. Hey. Marty? What are you doing here? Hey, Joe. I'm going with you on this one. Steve needed help. He said I could come along. Steve, isn't this, Kids gotta learn sometime. Okay, why are we here, Steve, huh? The guys we're looking for are all headed to the foundry. De gyorsan elfogy a lőszer belőle. Okay, that's enough. Let's leave him a little present. Be a fart. I got some Molotov cocktails in the trunk. Go get him and throw him in. My pleasure, Steve. Foundry. Get in, boys. We'll meet you two at the main gate. Okay. Miért így tudok beszállni? Úgy, de megindultatok, testvér. Ups. Gyerekek, gyorsabbak leszünk. Hát nem. Ha, nem egész. Így meg aztán főleg nem. Húszik out. Mi az? Gyorsan kiugrottatok, testvér. Na mondjátok, mit csinálunk? How'd you get in here? Followed the fucking yellow brick road. Next. Ha, nice one. You fuckers are dead. Joe, watch out! Thanks, kid. Shit, they got guns! Let them have it! I'm gonna try and flank them. Hey, that wasn't half bad. Don't be so gentle, boys. Got the fucking rescue guy. We got him now. Yes. Try not to die till the fight's over. That's the missing man. Come on, think of something. Hurry up here. I got you covered, Vito. Move. They teach you that in the army? Nem tudok célozni. Köszi. Dugd ki a okobakod. A franc meg ez. Hát ha úgy lősz, akkor nem.
De nem szeretem, hogy beleszaladgálsz. Vito, here we go. Fuck you! Let's go, Vito. Hell, asshole! Hát ebben az 1911-es, ez az, ugye? Ez amúgy rosszabb, mint a másikban volt. A Tommy az jobb. Vagy csak én nem tudok még mindig célozni. Ez meg lehet. Na, végre. Na, annak nem ezen az oldalon van a tankja, sajnos. Jó, most ilyen Vekamolt játszunk, öcsém. Hello. So, hurry up and kill him. Jó, ő megvan. Ennek jó hangja van. Ja, lehet új kedvenc pegyverem lesz a játékban. Lehet új kedvenc fegyverem lesz a játékban. Édes Isten, mi van ott bent? Az nem veszel fel lőszert? Az nem az? Nem látok senkit. Nem ér. Vagyis én triggerelem, tudom. Itt van valahol már, ezen a sarkon, valahol. Ott. Ott, fúj! Nem jó helyen állsz, haver. La. Megvan. Mi ez az előre szaladás, testvéreim? Le vagyok maradva. Ez nem jó. Na ne. Hala. Mi volt az? Magnumot kérem vissza. Hey,
got one of them. Man, you're a terrible fucking shot. Let's go, Vito. I won't want to get on your bad side. Hey, try and get around behind. Right over there. Cover me. De... de hülyén állsz fel. Nem, halunk meg. Nem. Ez nem úgy működik, testvér. What are you, chicken? Come on out! I can do this shit all day! Ez nem tetszik, ez egy Tommy. Nem ba- I told him not to get shot. És ez most, ha lekomolyan az elejétől? Ez most komoly? Nem, csak ettől a résztől. Azt hittem. Jó, ez se jobb. Mert itt már végigverekedtük magunkat, de... Na, mert ez legalább talál. Ezzel, ha meglősz valakit, akkor ez fekszik. Ő fekszik, kulturáltan viselkedik. Na, várjál, nálad nem volt véletlenül valami olyan, ami nekem kell. Nem? Személyomó. Az ott úgy tetszik? Dugd ki a fejed! Hadd lássam a kobakod! Drága arany vagy, hogy imburám! Nem jó, nem tudok elbújni, nem tudok elbújni, herebede! Elvileg ennek a túloldalán van meg. Várjál. Az megvan. Jaj, ott vagy, kis haver. Szeva! Az nem jó. Kösz. Man, you're a terrible fucker. Hát ez... Na, ezen a területen elvileg itt az utolsó. 2-3. Azt hiszem valameddig eddig jutottunk el.
Az kőkemény. Back me up, Vito. Man, you're a terrible one. I won't want to get on your bad side. Let's go, Vito. Ó, oh, Vito, hadd még normálisan ki is tudnál hajolni a láda mellől. Hát ha nem ott állnál és lövöldözni, akkor még hagynék neked is belőle. És ha a ládának nem lenne szélesebb a hitboxa, akkor még el is tudnám találni. Na végre. Let's go. Hurry up and kill him. I'm gonna try and flank him. Végre megvan. Ó, még mindig vagytok? Nem már. Nem jó. Rossz helyen vagyok. Ja, jó. Na, Mizu? Listen, this got way out of hand. Eddie's not gonna be too happy. Eddie'll be fine. What are we gonna do? Just let him kill us? These fucking dirtbags won't be bothering nobody no more. What now, Steve? Now I'm gonna go home and see if that castor oil's working. I've been blocked up for weeks. I'll see you later. Joey, Joe and I still got a lot of work to do. We'll catch you later. Shit, where are we gonna get the 2 G's for Eddie? You got any idea how much a car like this goes for? Damn, Vito, you're a genius. These babies ain't cheap, right? I bet Derek would give us at least a grand for that one. All right, I'm gonna drive this baby over to Derek's. I'll meet you back at the Falcon. Sounds like a plan. I'll see you at the bar. Ó, oh, most komoly! Mondjuk jól megy. Nem csodálom, hogy nem bírtam elkapni. Fotom meg kell. Ups. Menj előlem! Az úgy éppen... Nagyon fagyos volt. Ezzel nem lehet lassan menni. Ennek ez a lényege.
Az egy kuka. Vagy hordó. És ti. Ezer 951 darab? Hello, és hol a másik kocsi? Hát mi van? Lopjunk magunknak valami jót. Nem lehet ezt a futás közbeni ugrálást kikapcsolni? Hát... beleszédülök. Megyünk, leadjuk Eddie-nek a pénzét. Vigyem meg a kis köcsök, hogy mindig, amikor keresünk valami kis pénzt. Most van 2400-unk, megint lesz 400-unk, mert 2000-et oda kell adni. Joe, hello! Get out of there! Gyere, kitaflak! Ne! Freeze! Hát így muszáj. You can overlook this small problem, can't you? Thanks for the contribution to my retirement fund. Na, szóval maradt 300-unk. Hát nem itt lopunk autót. Nem megeszi ezt a rendőrt, hogy pont akkor sétált ott a sarkon, ahol én voltam. Visszük ezt? Ne. Megyünk. Úgyis be fog törni az összes üveget. Felesleges szépnek lennie. Oly, genyók. Nagyon benn vagy. Nem, félreugrottál. Papapapapa, ez nem megy sehova ez az autó. Ezzel azért nehéz vezetni, mert nem bír menni. Na, lejtünk ki lefelé, gyorsulj fel. Legalább tudjunk egy kicsit driftelni. Azaz. Ezzel nem fog megbüntetni a rendőr. Örüljünk neki, ha felmegy 40-ig. Lejtőn. Invisible. Igen, nem láttalak. Erre, hol a fenébe van? Ja, ez a nagy valami. Innen tudunk vinni a új autót. Rá! So? Is the money. Well, that's a fucking relief. Stupid fucking junkies. Jó, szóval ennyi volt. I see you again soon, huh? Erre kell menni. Persze! Hát ez mekkora! Ó, mondom, kijövök, lesz egy csomó autó. Persze. Ne. Hey, yo, get out! Hello, nyitva maradt a ajtó. Ezt be kell zárni nagyon gyorsan. Ez legalább megy. Erre ajtót próbálok bezárni. Egy. Ups, rossz helyen vagyok. Uhu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 
Jó, busz! Aj! Öp, majdnem puszi lett belőle. Hát te hülye, kiszaladsz elém. Nem foglalkozunk ilyen apróságokkal, hiszen bejön az autó. Hazamegyünk, mert álmosak vagyunk. Hello! Bocs! Közlekedek! Uhu. Nem jó. Sehogy nem jó. Vigyázz! Megjöttem. Rendőrbácsi nem látott semmit. Nos, itthon vagyunk. Na jó van. Találkozunk a következő részben. Kicsit felüdülés, azóta nem volt összeszakadás, pedig egy jó ideje játszok. Úgyhogy bízom benne, hogy nem lesz mostanában hasonló. Na jó van, találkozunk a következő részben. Sziasztok!